A rendelkezésre álló adatok szerint a 23 éves férfi Jász Apátin egy az utcán parkoló 400 000 forint értékű személygépkocsit lopott el, majd az azt követő napon szintén Jász Apátin egy lakóház előtt parkoló tehergépkocsi utasteréből lopott el 120 000 forint készpénzt, cigarettát és öngyújtót. A nyomozók megállapították, hogy a férfi rovásán több is van, ugyanis két nappal ezelőtt Jász Apáti belterületéről egy személygépjárművet tulajdonított el, melyet rövid időn belül értékesített is. A nyomozók megtalálták a gépkocsit, lefoglalták és visszaadták jogos tulajdonosának. A 22 éves Jász Apáti férfit a jássági nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, lopás büntett megalapozott gyanúja miatt és őrizetbe vették. Megállapították továbbá, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel, és úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a járművezetéstől jogerősen el van tiltva, ezért a járművezetés az eltiltás hatálya alatt büntet miatt is felelnie kell. A férfi ezután folytatta a lopás sorozatot, a következő napon szintén Jász Apátiban egy parkolóban álló 40 millió forint értékű busz tároló ajtaját ismeretlen módon kinyitotta, majd onnan az utastérbe jutva a pohártartóból kivette az indító kulcsot és a gépjárművet, a benne lévő forgalmi engedéllyel együtt ellopta úgy, hogy azzal elhajtott. Jász Apáti belterületéről eltulajdonítottak egy 40 millió forint értékű autóbuszt. Szerencsére a járműben GPS nyomkövető volt, ezért kollégáim hamar a nyomára akadtak. Megkezdték a jármű követését, és megállításra intették a sofőrt, azonban a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyta és menekült, több mint 4 vármegyén keresztül. Végül a 4-es számú főúton, Püspökladány és Abakül területén, Hajdúbivar már vármegye területén áttért a menetirány szerinti baloldalra, az útárokba csapódott, ahol egy fának ütközött. Kipattant a járműből és futva menekült a kollégáim elől, de sikerült elfogni. Az ügyészség az indítványában hivatkozott arra, hogy a férfi korábban már elrejtőzött a hatóság elől. Jász Apátiban egy parkolóban álló 40 millió forint értékű busz tároló ajtaját ismeretlen módon kinyitotta, majd onnan az utastérbe jutva a pohártartóból kivette az indítókulcsot és a gépjárművet, a benne lévő forgalmi engedéllyel együtt ellopta úgy, hogy azzal elhajtott. A rendőrség személykörözés bocsátott ki a férfi ellen, akit úgy fogtak el, hogy az általa ellopott busszal közlekedett Hajdúbihar vármegyében, és több rendőr is próbálta feltartóztatni, azonban ő a gépjárművel nem állt meg, majd végül az árokba hajtott. A korábban már büntetett, járművezetéstől eltiltás hatály alatt álló férfivel szemben jelenleg is folyik másik két büntető eljárás. Az ügyészség az indítványában hivatkozott arra, hogy a férfi korábban már elrejtőzött a hatóság elől, illetve a gyanúsított állandó munkahelyen rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és bűncselekményeket napi rendszerességgel haszonszerzési céllal követte el, így esetében megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyás esetén ismét megszökne, vagy újabb bűncselekményt követne el. A nyomozási bíró az ügyészség indítványát megalapozottnak találta, így 2023. január 21-én a férfi letartóztatását elrendelte. A nyomozási bíró az ügyészség indítványát megalapozottnak találta, és elrendelte a férfi letartóztatását, amelyet ő tudomásul vett. Azonban a védője nem vett részt az ülésen, így a döntés még nem végleges.